Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy vlog videó lesz. Ugyanis végig fogom vlogolni ezt a hetet 14-től 20-ig, mert hogy Zsófi erre a hétre hirdetett egy Pokémon readathont, amin egyszerűen muszáj részt vennem. Ezzel a readathonhoz nem csináltam külön TBR-t, mert eredetileg úgy volt, hogy igazából nem is tudok olvasni a pontokhoz. Aztán mégis tudok, de mindegy, úgy voltam vele, hogy majd mindent lefedünk ebben a vlogban. A bejelentő videót be fogom linkelni a leírásba, de azért nagyjából elmondom. Szóval az a lényeg, hogy egyrészt vannak olvasós pontok, amikkel Pokémon mesterré válhat az ember, annyi, hogy a pontokat sorba kell teljesíteni, ez a nehezítés ennek a readathonnak. Másik lehetőség, nem olvasós kihívásokkal pedig Pokémonokat lehet gyűjteni, egyértelműen a Pokémonok miatt vagyok itt, egyébként elsősorban, úgyhogy nem is volt annyira nagy bajom, hogy nem tudok olvasni, de aztán végül sikerült találni olyan könyvet a többiek segítségével. Igazából Zsófi súgta meg, hogy ez jó az első pontra, mert hogy az első pontra nem találtam könyvet. Úgyhogy végül olvasok is, és mindkettő lesz. Nagyon minimál TBR-ral, ugyanis két könyv van a TBR-omon, és azzal elvileg kiütök minden pontot, ráadásul sorban, és mind a kettő írtó rövid. Az egyik, meg is van nyitva, mindjárt lesek, Ingrid Chabert, azt hiszem, hogy francia az írónő, tehát Chabert, nem tudok franciául, tőle a Waves című képregény lesz, amit eredetleg én Esztinél láttam, szóval Eszti kopogtatott és célba talált, és Zsófi felhívta rá a figyelmem, hogy ez a könyv létezik kemény táblás verzióban, és az első readathon pont az, hogy olvas egy kemény táblás könyvet, tehát ez lenne az első, ez az, amit elsőnek kell teljesíteni, és nekem jelenleg, ami van itthon könyvem, és most olvastam, egyik se kemény táblás. Viszont van egy ilyen mellékszabály, hogy ilyen mellék dolog, tehát hogyha valamit e-könyvben vagy hangoskönyvben hallgat, olvas az ember, akkor hogyha létezik abból kemény táblás verzió, akkor ér a kemény táblás ponthoz, és én ezt a képregényt scriptben fogom elolvasni, mert fönt van, tehát az oda jó, aztán azt mondták, hogy sírni fogok rajta, tehát a második pontra is jó, vagy hát lehet, hogy sírni fogok rajta. Aztán a harmadik pontra, ami olvas egy olyan könyvet, amivel gyorsan meg vagy szintén jó, mivel ez csak egy alig 100 oldalas képregény. A negyedik az egy LMBT közösséges szereplő legyen a könyvben. Erre is jó, jól ez egy LMBT regény, mi az képregény. Aztán azt hiszem, igen, romantikus címke is van rajta, és női szerző. Ez a 8-ból 6 pontot kiüt. A másik kettőre pedig Leigh Bardugótól választottam a The Lives of Saints-et, ami egy ilyen kis kiegészítő kötet, és hangos könyvben szintén fel van a scripten, és csak 2 óra, és Ben Barnes olvassa föl, úgyhogy igazából ezzel vagyok rá jobban kíváncsi, és az pedig jó arra, hogy van rajta piros, és van rajta ilyen kis inda, mindenféle levélke motivum körbe. Ezen felül még valószínűleg a héten Percy Jackson-t fogok olvasni angolul és németül. Igen, jól hallottátok, angolul és németül. Vicces lesz. Nagyjából ez van, és ugye vannak a nem olvasós pontok, amikkel így mindenféle módon lehet Pokémont szerezni. Igen, amit még nem mondtam el, ugye kezdő Pokémont is szokás választani, ha már Pokémon, és mindegyik kezdő Pokémonnak van valami ereje, na most mivel én a Pokémon gyűjtésre megyek rá, nekem egyértelműen Pikachu a kezdő Pokémonom, bár Squirtle-t szerettem volna, de Pikachu-val tudok szerezni Ponytailt, úgyhogy muszáj. Muszáj kompromisszumokat kötni itt, igen. És hát itt vannak mindenféle lehetőségek, amikkel lehet Pokémonokat szerezni. Zsófi bejelentő videója alatt mindenről van egyébként info. Annyi, hogy én csináltam magamnak egy ilyen... Nem fókuszál bele, de csináltam róla egy close-upot, szóval majd bevágom. Na mindegy, úgyhogy ide így lehet irogatni cuccokat, ide a kis határidőnaplomba csináltam neki külön részt. Igen, ott van a kis Pikachu. Elég nyomi lett, de engedjük el. Szóval ez lesz a heti program. Korán van, mert korán keltem, mert edzem magam arra, hogy jövő héttől én gyakorlatra megyek, és nagyon korán kell majd kelnem, úgyhogy szerintem elkezdek Pokémon mesterré válni, és elkezdem olvasni a Waves-t. Amár itt megnyitottam, és itt néz engem, és tegnap befejeztem minden könyvet, amit eddig olvastam, úgyhogy... Szóval Pokémon readathon indul!
egy dolog, amivel például lehet Pokémon szerezni, ha posztolunk akármilyen social media felületre a hashtag szerez... nem szerezünk, hát mind az a Pokémon, szóval olvasd el hát mind hashtaggel. És igen, ilyenkor lehet dobni egy Pokémont. Na most én igazából választhatnék is, de mivel még van hely, ezért most dobok. Mert most posztoltam Instára, hogy elkezdtem az első könyvet. Befejeztem a Waves-t. Igen, jó gyorsan. Körülbelül egy órámba telt szerintem. És fájt. Aztán jó volt. Aztán fájt. Aztán nagyon jó volt. Teljes mértékben kipipáltam vele azt a pontot, hogy lehet, hogy sírni fogsz rajta, mert sírtam rajta, amit nem vettem kamerára, de igen. A 24. oldalon már sírtam rajta elég rendesen, úgyhogy nem lehet biztos. Próbálok most beszélni róla, már megírtam gyors molyra az értékelésemet is, csak hogy így az érzelmeimet ki tudjam adni magamból. Igazából nagyon-nagyon rövid kötet, és ahogy így olvasgattam értékeléseket a legtöbben, az egyetlen dolog, amit kifogásoltak benne, hogy nagyon rövid. És tényleg nagyon rövid, tehát nagyon tömören fejti ki a dolgokat. Szerintem itt inkább az ilyen képi világ lehet, hogy jobban érzékelteti. Nem ment annyira részletekbe a szerző, se az illusztrátor, tehát hogy így nem húzták el nagyon hosszan ugye a folyamatot. Nyilván ez egy hosszabb folyamat volt, mint ahogy igazából látni lehetett a képregénybe, de nagyon jó volt, úgyhogy meg volt a hétfő reggeli sírásom. Ami nagyon-nagyon tetszett, hogy ugye ez egy olyan könyv, amiben gyászfeldolgozásról van lényegében szó, és ugye egy ponton az egész képi világ a színesből átmegy fekete-fehérbe, aztán annyira szépen érzékeltette az, hogy végre visszamegyünk oda, hogy újra, hát ahogy a könyv fogalmazott, hogy újra kapunk levegőt, hogy fokozatosan visszajöttek a színek a képi világba. Tehát, hogy elkezdtük színesen, átmentünk fekete-fehérbe, és utána így egy-egy szín megjelent a képkockákon egy idő után, és aztán egyre több szín jelent meg, míg végül megint teljesen kiszínesedett, és nagyon jó volt. Esztire mindig hallgatni kell, mert Eszti mindig megmondja, hogy mi lesz jó nekünk, és mi lesz rossz nekünk, mert Ready Player One, illetve Two, és igen, szóval Esztire hallgatni kell, ezt most már megtanultuk, főleg én, de már mindenki szerintem megtanulta, Esztire hallgatni kell, ott volt a Heartstopper is, úgyhogy ha Esztit kopogtat, akkor elhallgatni kell. Azt hiszem, most megyek Pokémonokat fogni. Elfáradtam. Ezt meg kitolom a képből. Mikor akartatok nekem szólni, hogy nem tudom a dátumot? Miért 2020-at írtam? Na mindegy. Jó, akkor ezt most ki kell javítani. Most fogom azt csinálni, amire legalább 3 éve készülök. Igen. El fogom kezdeni újraolvasni a Percy Jackson könyveket. Na most, én ezt még nem olvastam angolul, csak magyarul, viszont megkaptam karácsonyra angolul az első 3 részt. Úgyhogy ez lesz az, amit most olvasok, mert hogy az BookTube könyvklub havi közös könyv is. Az angol mellett párhuzamosan fogom olvasni a német verzióját neki. Igen. Ennek az a sztoria, már biztos, hogy elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy így aktuális legyen. Amikor végzős voltam középiskolában, csináltam egyszer egy ilyen hogyan olvas idegen nyelven, valami ilyesmi videót. És
azután így hirtelen fölindulásból úgy gondoltam, hogy hát én alapjáraton úgy igazán jó akkor lettem angolból, amikor elkezdtem angolul olvasni. Szóval gondoltam, hogyha elkezdenék németül olvasni, akkor az javítana a német tudásomon. Zárójeles megjegyzés, nem akartam egyébként németül tanulni, csak kellett egy második nyelv, és vagy a német, vagy az orosz volt választható nálunk, úgyhogy maradt a német, nem igazán szerettem. És hát ugye úgy gondoltam, hogy akkor egy olyan könyvvel kéne nekilódulni, amit ismerek, szóval úgy nagyjából képben lennék, hogy mi történik, és nem csak olvasnám, és nem érteném. Ezért megvettem németül a Villámtolvajt. Na most azóta sem olvastam el, és már 2 éve nem tudok németet. Úgyhogy vicces lesz, de azt találtam ki, hogy ha már úgyis újra olvasom most angolul, akkor ezt fogom csinálni, hogy párhuzamosan olvasom a kettőt, ami azt fog jelenteni, hogy elolvasok egy fejezetet az eredetiből, és közvetlenül utána elolvasok egy fejezetet a németből. És vagy egy büdös szót se fogok érteni belőle, vagy hasznos lesz, és nem csak olvasni fogom, hanem érteni is. Kiderül. Vicces lesz. Kíváncsi leszek. És innentől ez a vlog át fog menni Percy Jackson újraolvasós és németül olvasós vlogba. Readathon második nap. Mindig így akarom mutatni, de aztán rájövök, hogy ez így 4. Tegnap termékeny nap volt. Kiolvastam egy könyvet, ami kell a Pokémon mesterséghez, mesterévállaláshoz, és elkezdtem közben amúgy a Lives of Saints-et, csak arról elfelejtettem szót ejteni. Mindegy, annak is kb. A fele lepörgött, amúgy egyelőre annyira nem izgi. Nézzük meg, hogy mi volt a tegnapi termésem. Pokémonok terén. Na most a helyzet az, hogy én ugye azért jár egy Pokémon, hogyha lefekszünk este 10 óra előtt aludni. Na és technikailag én lefeküdtem 10 óra előtt aludni, az már más kérdés, hogy mivel megittem a 2,5 liter vizemet is, ezért, hogy 5-ször ki kellett menni, mert nem 20 perc alatt kb. Pisilni. Na mindegy, szóval ez így történt. De lefeküdtem, arról a bizonyítékom ott voltam az ágyban 10 órakor, úgyhogy... Na igen, szóval amúgy akkor a tegnapi termésünk miért csukom be mindig ezt a nyomorultat. Szóval még amúgy eredetileg még van egy caterpillar, mert amikor posztoltam a TBR-omat Instára, azért járt egy. Aztán akkor tegnap szereztem egy Magikarpot, Magikarpot, én Magikarpnak mondom, nem tudom hogy kell, egy Tauroszt, egy Rattatát, egy Horsit, és akkor a Jigglypuffot, és én úgy számolom, hogy megszereztem. Amúgy ilyen 10 körül szoktam feküdni, úgyhogy majd azért ma is megpróbálom csak mondjuk úgy időzíteni a 2,5 liter vizet, hogy ne kelljen folyamat vécére járnom éjszaka. Jó. Mai program. Percy Jackson-t kéne olvasni. Igen, nagyjából. Ma én locsolok, úgyhogy az még egy Pokémon. Kéne edzeni, bár olyan izomlázom van a tegnapitól, hogy hujaj, gyenge vagyok. Na igen, úgyhogy folytatódik a readathon és szerezzük a Pokémonokat.
Köszönj, Mr. Squishy. Oké, már olvastam 3 kemény fejezetet a Percy Jacksonból. Ugye ezért haladok ilyen lassan, mert itt van ez a csodálatos német verzió is. Hát fogjuk rá, jó fiú? Elolvastam 3 fejezetet, ez 57 oldalt takar a német kiadásból. Erősen gondolkodom rajta, hogy feladom. Már csak azért is, mert így nagyon rossz olvasni, és minden egyes alkalom, amikor át kell térnem egy fejezet után a német verzióra, rosszul vagyok tőle, és miközben azt olvasom, csak azt érzem, hogy az egyetlen oka, miért bármi halvány fogalmam van róla, mi történik a könyvben, az azért van, mert előtte olvastam angolul. Aminek a legnagyobb oka az, hogy ritka kicsi szókincsem van németből, mert a mi középiskolai német tankönyvünk az arra ment rá, hogy nyomták le az igeidőket, de soha nem tudtunk az igeidőkkel, meg a nyelvtani dolgokkal semmit kezdeni, mert nem tudtunk szavakat. És nagyon kevés szót ismerek föl emlékezetből. Még úgy egy-kettőt összeszedek, hogy mit jelenthet így kikövetkeztetési alapon, de a legtöbb szó olyan, hogy és annyi van, hogy kiszótárazni szinte nem. Úgyhogy nem tudom. Őszintén csak azt akarom, hogy leüljek, és ezt így most binge readeljem, tehát hogy egybe az egészet, de a német nélkül, úgyhogy lehet taktikát váltok, és elolvasom angolul, simán, és majd utána ráveszem magam a németre esetleg, vagy így néha beleolvasok a német verzióba, majd nem tudom. Nem bírom. Nem. Továbbra sem szeretem a németet. Már megfordult a fejem, hogy inkább letöltöm a Duolingot, és megpróbálok németül tanulni azon megint, mert egyszer már elkezdtem, de akkor még nem, akkor középiskola elején voltam, és aztán abba is hagytam, de mert ez így most nem fekszik, főleg a mai nap után, úgyhogy úristen. Látszik, hogy korán kelek egyébként, tehát hogy ez mi, ebbe bőröndök. Na igen, de itt egy Mr. Squishy, mert ő boldoggá teszi az embereket. Rabogunk tovább a readathonnal, én meg a vloggal, nagy nehezen, bár mert tél van, basszus. Nézzük akkor a tegnapi Pokémon termést először. Szóval a tegnap szereztem 4 darab Pokémont, eztem egy Eevee-t, a fejezbe egy alkotást a readathon alatra, azt ezekért a Pokémonokért számoltam el, mert hogy mindegyiket lerajzolom. És akkor így ez így az összeset veszem egynek, mert hogy alapból nagyon rövid kis foglalkozást gyújtanak, tehát nem tart sokba megrajzolni őket. Aztán lett egy Weedlem, mert megosztottam a kis rajzokat Instán, de már megint hova fókuszálsz? Miért nem rám fókuszál? Az arcomat nézte, az arcom ide fókusz. Valamiért minden áron ide akar a polcra fókuszálni, de az nekünk most nem jó. Igen, szóval lett egy Weedle. Aztán tegnap jól időzítettem, és meglett a Poliveg, és a két és fél liter vízhez. Ami azért volt egyébként jó, mert most jobban időzítettem, és így nem járkáltam pisilni egész éjszaka. Illetőleg tegnap én locsoltam, ami a tetsződebbi a földet pontba beleillett, amiért egy odist szereztem, egy kis cuki odist. És akkor a mai programom meg megint azt lesz, hogy megint lerajzolom a tegnap szerzett Pokémonokat. Illetőleg mert nagyjából 10-kor feküdtem, szóval a Jigglypuff továbbra is érvényes. Na most viszont nem szeretek felbehagyni könyveket, de a német Percy Jacksont felbehagytam. Hivatalosan is úgy voltam vele, hogy ezt én nem, idegekkel nem bírom meg, az agyam se bírta elviselni már a német szöveget, úgyhogy ezt most úgy hagytam. Viszont cserébe már ennyit elolvastam az angol verzióból, mert ez csúszik. Helyette inkább letöltöttem a Duolingot, és azon németezek.
valamennyit. Aztán lehet, hogy megint egy hét múlva letörlöm, annyira nem szokott magába szippantani a Duolingo, úgyhogy... ja. Ezt nem tudom, minek hordozgatom, ma meg elolvastam egy betűt se belőle. Szóval, a helyzet az, hogy amíg rajzolgattam a kis pokémonokat ide a hátuljába, addig sikeresen kihallgattam azt a maradék 20 percet, ami vissza volt a The Lives of Saints hangos könyvemből, úgy, hogy azt is befejeztem, ami azt jelenti, hogy Pokémon mester vagyok. Ugyanis elvileg így akkor az összes pont megvan, hogy a Lives of Saints az gyakorlatilag csak két ponthoz kellett. Úgyhogy Pokémon mester vagyok innentől kezdve, hogyha a Waves az mindenhez jó volt előtte, igen. Szóval, ja, gyakorlatilag teljesítettem ezt a részét a readathonnak így. Hát amúgy se terveztem túl ambiciózusra, tehát hogy így alig mentem 200 oldal fölé így oldalszámban, igaz, hogy egyiket sem fizikaiból olvastam, de mindegy. Ettől függetlenül a Percy Jackson-t ugyanúgy olvasom tovább, mert kell. Úgyhogy igen. Csak hát így, hogy már nem olvasom el a németet, gyorsabban fogok tudni haladni.